A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Kívánságszolgálat, a heti TV kívánságműsora. Jó napot kívánok mindenkinek, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló fél órában. Szokásos elérhetőségeinket a képernyő alján olvashatják, és mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Budai Sánta Balázs dokumentumíró tollából származik, és a következőképpen hangzik. A részletre való koncentrálás mindig az összefüggések megértését veszélyezteti, elgondolkodtató sorok. Vendégem is lesz itt a stúdióban, ide várom Farkas Zsombor énekes dalszerzőt, egy tartalmas beszélgetést ígérhetek. A mai műsorban is az önök üzenetei kapják a főszerepet, ezek közül nézzük is az elsőt. Hűséges nézőnk Németh Zoltán a Zala megyei Nemesrádóról Facebookon keresztül írt nekünk. Szeretettel köszönti a család nevében Sarolta lányát, akinek június 15-én volt a születésnapja, Otília lányát, akinek július 22-én volt a születésnapja, és fiát Noelt, akinek augusztus 11-én lesz a születésnapja. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget, álmaik megvalósulását kívánják anya, apa, mama, Szilvi, Ivett és Réka. A jó kívánságokhoz természetesen mi is csatlakozunk. Az álmod jár tovább, ezt a dalt küldjük sok szeretettel Hoffmann Richard előadásában. Tévedni kell, hogy a jót meglásd. Ébredni fel, hogy utad ébren járd. Álom volt vagy jelenés, sok gyermekkori tévedés. Könnyekben a tisztulás ad végtelen csodát. Az utadon az álmod jár tovább, szíved tartja majd a jó irányt. És szorítom, ha kell, a két kezed, csak hinned kell. Esni kell, hogy újra talpra állj. Sok gyermekkori tévedés, átkozott sok szétesés. Könnyekben a tisztulás ad végtelen csodát. Az utadon az álmod jár tovább, szíved tartja majd a jó. Hinned kell, hogy még elérheted. Az utadnak az álmod szab határt. Merni kell és lépni még tovább. Én nem engedem el a két kezed. Veled leszek és elérheted. Az utadnak az álmod szab határt.
Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, Farkas Zsombor énekes dalszerző itt van velem a stúdióban. Szervusz, sok szeretettel köszöntelek, nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Szia, én is köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Mi is örülünk, hogy itt vagy, és szerintem a nézők is így lesznek ezzel, hiszen egy nem akármilyen pályafutást nézhetünk át néhány percben. Persze minden nem fog beleférni, de ha egy picit visszaszaladunk az időben, akkor talán 6 éves korodig kell visszamennünk, hogy mi történt akkor, amikor valami elpattant. 6 éves koromban kezdtem el úgymond komolyabban foglalkozni a zenével, amikor még otthon Hajdúböszörményben beiratkoztam a zeneiskolába, klasszikus gitárszakra, és gyakorlatilag onnantól kezdve ez így, tényleg ha néhány szóban össze szeretném foglalni, épült szépen tovább. Ott jártam 7 évet ebbe a zenesuliba, utána jártam már Debrecenben énekelni a rocksuliba, a Debrecen Egyetem könnyűzenei képzésére, magántanárokhoz is, így fejlesztettem a zenei, gitáros és énektudásomat, és hát közben zenekart alapítottam, szóló karrierbe kezdtem, és sok minden más így röviden tömören, de gondolom úgyis mindjárt részletekre is kitérünk. Meg ha egy picit még maradunk az elején, akkor te otthon minden támogatást megkaptál ehhez? Gondolom szülői részre az elején persze tanuljon a gyerek, de amikor már egy picit kezd sejleni, hogy ó, ez túl komoly lehet a végén még, és valamiből meg is kell élni, és tudjuk, hogy aki ezt választja, hullámvasútra ül. Nyilván benne van, és benne volt, és még mindig benne is van a szüleimben ez az aggódás, ezt szerintem így kimondhatjuk nyíltan, de ettől függetlenül onnantól kezdve, 2004-től kezdve minden támogatást megadtak, tehát anya volt az, aki ült a zeneiskolába mellettünk, naphosszakat meg mindenhova elvitt, segítettek, apa is ugyanez gyakorlatilag, ő is egy hatalmas nagy zene fan talán tőle, meg egyébként mondhatom igazából, hogy mind a kettőjüktől jött ez a zeneszeretet. Valószínűleg nem véletlen volt, hogy 6 évesen egy ilyet elhatároztam, hogy én gitározni szeretnék, mert gyakorlatilag tényleg miután megszülettem, végig szólt a zene, és végig arra nőttem fel, úgyhogy abszolút minden támogatást megkaptam, és a mai napig is megkapok. De mondjuk az elején is akár lehetnek kisebb kudarcok is, amik eltántoríthatnak. És nyilván, míg a többiek mennek focizni moziba, neked gyakorolni. Tehát ez a kettőség azért egy kis erőfeszítést is igényel, akár lelki oldalról. Nyilván kudarcok és csalódások mindig érik az embert, de én annak a híve vagyok, hogy tulajdonképpen, hogyha az ember valamit szeret, ha valamit igazán neki talált ki a sors, akkor úgyis az az ő útja, és nem szabad feladni, és mivel gyakorlatilag ez nekem a hivatásom, de mondhatni mellette a hobbim is, olyan szerelemmel csinálom, sosem éreztem azt, hogy rossz lenne, vagy hiányérzetem lenne, amikor esetleg áldozatot kellett hozni annak érdekében, hogy tudtam, hogy másnap koncert, forgatás, stb., és mondjuk úgy kellett lemondani, vagy visszavenni egy buliból, vagy bármilyen más esemény, vagy hasonló érdekében akár. Úgyhogy abszolút, és egyébként nem szenvedtem hiányt az életemben semmiből, úgyhogy sikerült megtalálni szerintem a középutat. Te egyébként központi szereplő, vagy ilyen központi figura mondjuk, amikor osztálykirándulás, vagy bármi hasonló előfordul, az a tipikus, aki a tábortűznél pengeti a gitárt, és mindenki körülötte csoportosul, vagy ott háttérben meghúzódol inkább, és akkor majd onnan építkezel? Hát inkább a központi figura felé húzok. Valahogy úgy alakult mindig, hogy hála Istennek sikerült azért a körülöttem lévő emberekkel többnyire jó kapcsolatot ápolni, és igazából nyilván ez valószínűleg, ahogy te is mondod, akár a zenének is, meg ezeknek a hobbiknak is köszönhető, hogy akár elő lehetett egy tábortűznél is húzni egy gitárt, és úgy szórakoztatni az embert, de egyébként akár viccekkel, a beszédemmel, stb. Sokszor szeretek kitűnni, Lubic ha mondhatjuk így. Jóban akkor. Igen. Itt van a Hozzám hasonló című dalod, klipped, amit mindjárt megnézünk. Vezessük fel két gondolattal, ugye. Ez a dal 2022-ben a Szikra díj legjobb dal kategóriájának dobogósa lett, és közönségdíj nyertese, így pontos talán. Igen. Hogy történt mindez? Mesélj erről nekünk. Érdekes, hogy talán a Hozzám hasonló az a dal, amit a leghosszabb ideig írtam, ha nem is végig gyakorlatilag, mert volt egy ilyen fiókban pihenős
néhány éve, de ez valamikor még 2017 környékén a legelső dalaim, olyan dalaim, amik már ilyen publikálásra valóak és alkalmasak voltak között íródott meg, és valamiért aztán úgy félkészen, félig megírva a fiókban landolt, és egy évvel ezelőtt nagyjából úgy előjött bennem az az érzés, hogy úristen, volt az adal, ezt be kéne fejezni, és hát biztos nem volt véletlen, ugyanis egyébként akkor is kicsit egy ilyen negatívabb időszakomat éltem azzal kapcsolatban, hogy sok kérdőjel merült fel, hogy jó-e, amit csinálok, van-e értelme, stb. És akár ez egy ilyen utolsó projekt is lehetett volna, amit Szünke Máté barátommal így kitűztünk, tulajdonképpen az ő biztatására is készült el ez a végleges verzió, mert mondta nekem, hogy úgy szerint ezt érdemes megcsinálni, talán az eddigi legjobb. És akkor beadtam a derekamat, hogy tegyünk egy próbát, aztán jött ez az ötlet, hogy miért ne nevezzünk be vele a Szikra díjra, passzol tematikába, tényleg jó dal, stb. És hát utána kezdődött gyakorlatilag az, amire mondhatom, hogy szinte nem is számoltam, vagy nem is számítottam, hogy bekerült ide ugye a legjobb háromba, a legjobb dal kategóriában, közönségdíjat nyert, aztán jöttek munkalehetőségek, rengeteg pozitív visszajelzés, fellépések, média megjelenések, és gyakorlatilag minden tekintetben egy olyan pozitív löket, ami megerősítette azt bennem, hogy ez nem utolsó dal, hanem ez valaminek a kezdete, és innentől kezdve csak felfelé. Ha még valami megerősített, akkor a legnagyobb videó megosztó portálon a kommentek. Tehát csak így szemezgetve közülük, hogy egy dalba ennyi mindent beleírni, hányan magukra ismertek, és persze a képi világ sem utolsó, amit most látni fogunk, úgyhogy nézzük meg együtt ezt a klippet. Istenem, segíts kérlek, én elfáradtam tényleg, hosszú útra indultam el, és esküszöm félek, fejvesztve barangoltam, halkan egy szót se szóltam, de már első kézből tudom, végig tév úton voltam. Mikor szemedbe nézek, ezer sebből vérzek, aki jól
hozzám hasonló. Sokadjára látva is fantasztikus volt ez a klip szerintem, és nyilván a gratulációk még továbbra is érkezhetnek, de a munkában egy percig nem álltál meg, és azért emeljük még ki a Privát Affér nevű zenekarodat, beszéljünk a szólókarrierről, beszéljünk az írásról, hogy dalokat írsz felkérésre, és egyáltalán a produceri tevékenységről. Ez egy jó nagy csomag most, és mindezt néhány percbe besűríteni szinte képtelenség, de azért érintsük ezeket a köröket. Abszolút, igazából akkor a legelsőnél, amit mondtál, elkezdve a Privát Affér zenekar, az volt az első zenekarom, amit 2016-ban a gimnáziumban alapítottunk, és ez igazából egy jó pár évig egészen sikeresen és aktívan működött. Igazából most az utóbbi időben történt egy társulás a tesómmal, Hunorral, és talán ez a szintén egy zenekari háttérrel rendelkező formáció talán úgy néz ki, hogy mondhatjuk, hogy kezdi átvenni annak a helyét, és valószínűleg idővel teljesen át is fogja, de emellett abszolút a szóló karrier is már egyébként a Privát Afféros időszaknak szinte a kezdetétől kezdve jellemző volt rám, és hát ennek a szóló karriernek az egyik pontja hozzám hasonló is, amit az előbb láttunk és hallottunk. Igazából itt csak annyi a lényeg, hogy a saját nevem alatt, Farkas Zsombor név alatt talán a legmélyebb, legőszintébb dalaimat teszem közzé, és ez a jövőben is így lesz. Jövőbeni tervek esetleg újabb dalok a fiókból előkerülhetnek, vagy folyamatosan készülnek, ezt megspékelve egy kis produceri munkával, hiszen nem akárhogyan menedzseled magad. Mindegyik igaz, rengeteg olyan dal van akár sok évvel ezelőttről, ami még nem került ki a világhálóra, és valószínűleg azok közül is fog még bőven, viszont napról napra érkeznek az újabb dalok, amik íródnak megfele, és azok közül is tervezünk akár már a közeljövőben kihozni többet is, olyannyira, hogy a tesómmal való Zsombor X Hunor közös formációnak most az az elhatározása lett az elmúlt néhány napban pont, hogy egy lemezt szeretnénk készíteni, és oda is íródnak az új dalok, úgyhogy lesz bőven megjelenés, akár még a nyáron, akár még ebben az évben is. Javaslom, itt folytassuk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, túl nagy a tét, és akkor ez a klip már a testvéreddel együtt következik. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot! Változni kéne, de ez vagyok én. Becsukott szemmel, ha túl nagy a tét. Én becsülök mindent, neked nem elég, de megteszek mindent a sikeremért. Szétestem, úgy érzem, te lennél a menedékem. Egész éjjel vártam rád, visszhangzik a lépcsőház. De te nem jöttél, messzire költöztél. Nincs helyem a szívedben, elvesztem a lémet. Változni kéne, ez vagyok én. Becsukott szemmel, ha túl nagy a tét. Én becsülök mindent, neked nem elég, de megteszek mindent a sikeremért. Mindig mondtad, hagyjam, úgysem fog ez menni. Én megéreztem, hogy nem áll itt meg semmi. Látok majd még lentről irigykedve nézve, sorba állva várva majd egy képét nézd meg, jó. Én hittem benne, csináltam a dolgom. Nem törődtem vele, rólam ki mit gondol. Sötét falakon az árnyékot is láttam. A büszkén állok ki fent, és a múltam lett a társam. Változni kéne, ez vagyok én. Becsukott szemmel, ha túl nagy a tét. Én becsülök mindent, neked nem elég, de megteszek mindent a sikeremért. Változni kéne, ez vagyok én. Becsukott szemmel, ha túl nagy a tét. Én becsülök mindent, neked nem elég, de megteszek mindent a sikeremért. Nagy a tét, néha túl nagy. Agyon nyom a felelősség súlya. De én elbírom, ez az álmom. Nem takar már soha többi vászon. Hosszú idő után léptem ki a fényre. Azóta tervezem, amióta élek. Hogy ki mit gondol, pont mint Kanye West. Lehet, hogy ez engem egyszer végleg tönkre tesz. Ez vagyok én. Becsukott szemmel, ha túl nagy a tét. Én becsülök mindent, neked nem elég, de megteszek mindent a sikeremért. Változik én, ez vagyok én. Becsukott szemmel, ha túl nagy a tét. Én becsülök mindent, neked nem elég, de megteszek mindent a sikeremért.
Korábbi adásainkat visszanézhetik YouTube csatornánkon is, youtube.com/kívánságszolgálat. Biztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Álljon itt egy újabb üzenet. Bozsikné Ilona keresett meg bennünket, aki már a kívánságkosár idejében is hűséges nézőnk volt. Utólag is nagy szeretettel köszönti Házelba Hannát, közelmúltban ünnepelt névnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kíván neki. Házelba Hanna is nagyon régóta velünk tart, a Csipet csapat oszlopos tagja. Mi is a legjobbakat kívánjuk neki, köszönjük, hogy velünk tart. Piros Pezsgő, ez pedig már a választott dal címe, Füzi Gábor énekel. Piros Pezsgő, rózsaszín mámon, én mégse tőle szédülök meg, csak magától, szemeszínétől, szabadalomától, tekintetétől, minden mozdulatától. Piros Pezsgő, szívem oly könnyű, magától elszakadni lesz csak egyszer szörnyű, de hagyjuk holnapra a holnap bámatán. És ma táncoljuk át ezt az éjszakát. Se tőle szédülök meg, csak magától, szemeszínétől, szabadalmától, tekintetétől, minden mozdulatától. Piros Pezsgő, minden oly könnyű, magától elbúcsúzni lesz csak egyszer szörnyű, de hagyjuk holnapra a holnap bámatát. És ma táncoljuk át ezt az éjszakát. Piros Pezsgő, rózsaszín mámor, mégse tőle szédülök meg, csak magától, szemeszínétől, szabadalmától, tekintetétől, minden mozdulatától. Piros Pezsgő, minden oly könnyű, magától elbúcsúzni lesz majd egyszer szörnyű, de hagyjuk holnapra a holnap bánatát. És ma táncoljuk át ezt az éjszakát. És ma táncoljuk át ezt az éjszakát. És ma táncoljuk át ezt az éjszakát.
Láng Zsuzsa hűséges nézőnk Facebookon keresztül írt nekünk, nagyon kedves ismerősének, Böbének 85. születésnapja alkalmából küldi a következő dalt, így utólag is. Nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. Mama, mondj még egy mesét, énekel Berentei Péter. Voltam, mellettem voltál, te vigyáztál rám minden éjszakán. Fogtad kezem a bánat ért, te meséltél az álmok tengerén. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen. Úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet. Maradj örökké velem, míg élek. Ha visszatérek, mindig vársz rám. Te mellém ülsz, te mindig érzed, ha bánat ért, vigasztalj, hát mondj még egy mesét. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen. Úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet. Maradj örökké velem, míg élek. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen. Úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet. Maradj örökké velem, míg élek. Légrádi Rita SMS-ben kérte a következő dalt, sok szeretettel küldjük. Virágzik az akácerdő, énekel Turay Kismária. Az akác erdő, tavaszi szél járja. Fészket rakó kicsi madár, várját ide várja. Én is hívom nóta szóval, dalulgatva várom. Az akác erdőt járom, nem találom, nem jön vissza, hiába is várom. Minden dalos kicsi madár megtalálja párját. Én maradtam csak egyedül.
Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!